Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Az egyik múlt heti videómban említettem, hogy megszűnik a falusi, ez a csok, a falusi csokot át variálják, illetve a babaváró is megváltozik egy picit, és szóltatok többen, hogy itt kifelejtettem az egyik illetve talán a leglényegesebb részét, ami el fog múlni ebben az új rendelkezéssel, mégpedig az, hogy a 400-os illeték kedvezmény is eltörlődik, ami ami gyakorlatilag a, a legnagyobb monetálisan a legnagyobb összegű kedvezmény volt a csokosok részére. No hát, valójában köszönöm szépen, hogy figyeltek, és köszönöm, hogy szóltak ilyenkor. Én nem vettem észre, hogy erről nem ejtettem szót, akkor most megejtettem. És ha már itt tartunk, hogy ingatlan és kedvezmények, engedmények, amúgy tényleg ez volt az egyetlen igazán jó deal ebben az egész csokozásba ez a 4%-os illetékedvezmény. Nagyon sok olyan vevőnk, vásárlónk volt, aki felvette, megigényelte a csokot, megkapta illetékedvezményt, stb. és egy év múlva kifizette teljesen, mert megvolt rá a pénze, csak az a 4% kedvezmény, képzeljétek egy 50 milliós ingatlanász plusz 2 millió forint, és azt a pénzt az egy évig gyakorlatilag kamatoztatni tudta és ami költsége volt ebből az egész lezárástól kezdve mindennel, az meg ahhoz képest Pitiáner volt. No, átlépjen, ném, és lépnék a mai ingatlanos témámra, még pedig arra, hogy azt hiszem a tegnap vagy tegnap előtti napon Forbes megjelentetett egy ingatlannal kapcsolatos cikket, ami azért fura, mert annak ellenére egy befektetői magazin nem jellemző, hogy ingatlanok ügyében állást foglalnának, és, és, most megtették. Gyakorlatilag elemezték az elmúlt 5 6, 8 év ingatlan árainak, illetve a, a megtérülésnek, tehát akár a bérbeadási megtérülésének a, a, lépéseit, hogy mik voltak azok a stációk, illetve jelenleg hol tart ez a dolog. És, és én azt szültem le ebből a, a cikkből, hogy gyakorlatilag most már ők sem mernek kiállni amellett a, a mondat, hogy ha befektetés, akkor vegyél ingatlant, mert az, 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 nagyon jó megtérülés. Az, hogy nagyon jó befektetés, ez nem kérdés. Tehát gyakorlatilag a legértékállóbb befektetési forma, én állítom még továbbra is ezt, ha valaki nem így gondolja, nyilván az, az ő véleménye, én nekem ez, az értékét ezt tudja megőrizni. Az, hogy az ára hol jár éppen, az meg egy másik pozíció dolog. Tehát egy másik ö, szempont, amiről, amiről van értelme, vagy egyáltalán van értelme beszélni. Tehát gyakorlatilag az, hogy ha neked van annyi pénzed, hogy megvegyél egy ingatlant, és folyamatos cashflow-ra törekszel, tehát befektetésként főleg a cashflow érdekel, akkor annyira az ára sem fontos. Nyilván nem szeret senki rossz árban vásárolni, mindenki a legjobban akar, az eladók meg mindig az ő legjobb árukat akarják, és ez az érdekellentét okozza jelenleg a, szerintem a stagnálást a piacon. Az eladók nem igazán akarják belátni, hogy hogy azok az árak, amik az ő fejükben vannak, illetve a, a piacon megjelentek, mint, mint eladási árak, ezekben nagyon sok a, a, a vélt ár, tehát értékpontosabban, és, és hogy ezt, ezt korrigálni kell, kéne ahhoz, hogy el legyen adva. A vevők meg azt nem értik meg, hogyha valami korrigálva van már, hogy, hogy az nem abba a, a, a felfújt árban találják, tehát gyakorlatilag minden túlárazott a vevők szerint, és minden alulárazott az eladók szerint. Nyilván a piacnak ez a, ez a, dolga, tehát ez eddig is így volt. Én azt gondolom, hogy nem ilyen arányban, illetve nem közel 100%-os arányban. Tehát most én azt látom, hogy minden egyes vevő elhiszi még, hogy, hogy, hogy minden, minden nagyon áras, és, és, és iszonyatosan be fognak zolni, és minden adó azt hiszi, hogy ez most már a végső leitmenet, és innentől már csak a fel, fele menő árakra van lehetőség. Hát ez, ez egy érdekes ingatlan piacot hoz ki. Vannak eladások, mert persze, hogy vannak, mindig vannak, viszont, viszont se olyan kiugró mértékben, sem olyan, olyan nagy volumenben, tehát bizonyos szektorokban nagyobb volumenben, mint amennyire lehetne számítani, hogyha jó lenne a piac. Tehát én, én azt mondom, hogy ez a piac az most már rossz piac, és nem látom, hogy mitől, mitől, lesz jobb. No, hát ennyi lenne a mai kis videóm. Remélem érthető volt, köszönöm, hogy helyre helyreigazítást megtettem, és, és találkozunk holnap is. Sziasztok!